szombat este beszólt egy fiatalember, jött autóval, hogy látott egy kígyó, becsöngetett. Kijöttem, mondom, nem akartam elhinni, de igaz volt. Autó lámpáján látott, hogy itt a kerítés mellett arra kúszott. Elkezdtük találni, hogy milyen állat ez. Hát kígyó, kígyó, csak hát abban is van sok fajta. Mondták, hogy sikló, de sikló nem igen nő meg ekkorára. Akkor ment a telefon polgármester úrnak. Kerítés mellett kúszott végig, és itt próbáltuk meg feltartóztatni, hogy ne kúszom be a kerítés alatt. De itten kúszott tovább, nagy nehezen megállítottuk, hogy nem menjen be a kis ajtónál, ne tűnjen el. Akkor kijött még a pató úr, az hozott egy húrkot, és azzal megfogta, és bele lett téve egy 50 literes hordóba. Aznap szökhetett meg, mert ugye azért most már nem volt olyan jó idő hétvégén, és ahogy lehűl az idő, megpróbálnak elbújni. Hát így érzik magukat biztonságban. Egyébként az angol nevük az az, hogy ball piton, tehát labdapitonnak hívják őket, pont emiatt a jellegzetes testtartás miatt. Ez mondjuk egy ilyen kivételesen nyugodt kígyó, tehát szerintem ő lesz az új simogatós kedvencünk, ahogy elnézem. Nem mérges kígyóról van szó, nem is minősül egyébként veszélyes állatnak, tehát utána néztem a törvénybe. Harapni tudnak, ilyen kicsi tűhegyes, nagyon éles fogaik vannak, és nagyon nehéz leszedni a kezedről, hogyha egyszer megharap egyrészt, meg ugye rengeteg ilyen pici szakított sebet csinál, tehát nem tudja leharapni egy ember ujját, vagy ilyen komolyabb sérülést okoz, inkább csak nagyon fáj. Meg ugye mindig oda kell figyelni, hogy alaposan ki legyen fertőtlenítve, mert azért a kígyók szájában elég sok olyan baktérium él, ami elfertőzheti a sebet, de semmiképpen nem egy életveszélyes állat. Védett fajról van egyébként szó, tehát úgy nem kell a tartásához engedély, mint veszélyes állat, de védett állat, és sajnos 99%-ban az ilyen otthon tartott állatok nem rendelkeznek semmilyen papírral. Nagyon jó állapotban van, jól táplált, sőt, talán kimondottan kövérnek is lehet mondani, teljesen egészséges, semmiféle sérülés nem látszik rajta, úgyhogy biztos, hogy jó körülmények között tartották. Na gyere, még egy utolsó produkciót kérünk. Hát olyan 1 méter, 1 méter 20-ra nőnek, másfél méter, annál hosszabbra egyáltalán nem. Ez nagyon szép a mintája. Aranyszínű mintázata van, tehát olyan igazán nemes. Már húzza is össze magát. Igen. Ilyen helyen tehát. Persze nem lehet állandóan ebben. Igen, igen.